Sziasztok srácok, és halljátok ezt a csilingelést? Így van, ez arcade játékgépeknek a csilingelése. Videójátékok, ügyességi játékok és minden. Volt már ebből a játékból egy videóm, ha nem láttátok, csekkoljátok le. Egy kicsit vicces neve volt, ki emlékszik rá. Újra visszatértünk ide az Arcade Empire-be, a Robloxban. Tudtátok srácok, hogy 1971-ben nyílt meg az első igazából ilyen arcade, amikor a Computer Space megalkotta az első játékgépét, ami pénzérmékkel működött. 1971, gondoljatok már bele. Na, vissza is tértünk, most 2021 van, és még mindig vannak ilyen játékok. Nagy része átverés és sajnos lehúzás, de van, amelyiken rengeteget tud szórakozni. Ez itt egy nagy átverés igazából, csak nem tudok úgy csinálni. Ezzel ne! Jó, el lehet néha szórakozni, ha van az embernek felesleges, felesleges pénze, de ezek nagy átverések, viszont ezek az ügyességi játékok, amiket haveroddal játszhatsz, magad játszhatsz, fantasztikusak, ezzel is jól el lehet szórakozni, úgyhogy mi most megépítjük a Jánosi Gergőz Arcade Empire-t itt. A Robloxban. A múltkori részben megvettük már a felső szintet, igaz? Így van. Felső szint. Így né. Viszont azt mondtátok nekem, hogy itt nem fognak tudni leülni a playerek, úgyhogy ezt fogjuk ma megnézni, továbbá vásárolunk még rengeteg játékgépet. Ú, a léghoki. Imádom a léghokit. Na, menjünk, nézzük is, várjatok, vissza kell rázódnom. Van 471-ünk, wow. Vannak alkalmazottaink is, ha Jézusom, milyen ijesztő fejed van. Vannak alkalmazott, figyelj a csajci, hogy veri a gépet. Így kellett püfölni azt a száma bábút. Szóval, vannak nekünk alkalmazottaink, igaz? Akik figyelnek nekünk itt a dolgokra. Nincsen játékgépünk. Hol van? Workers. Így van. Van nekünk Henry, aki beszedi a pénzt, van nekünk Erik, az ijesztő srác, aki megjavítja, és van nekünk Ádám, aki hát takarítja a gépeket, mert volt múltkori részben is, aki lefingotta ezeket a gépeket. Igen, jól halljátok, lehet, hogy az a papírcsákós csajszi volt, ki tudja. Na szóval, akkor úgy látom, mindenki dolgozik, minden rendben van, nekünk szépen gyűlik a pénzösszegünk, úgyhogy látogassunk is el a shopba. Most már tudjuk, hogy van ilyen teleport, és nézzük, hogy mit lehet vásárolni. Engem inkább jelenleg most maguk a játékgépek érdekelnek, amiket lehet vásárolni. Oh boy. Ki melyiken játszott? Igen, tehát alapból veszélyes, főleg a hálazinek itt nincsen szerencsejáték, ahogy nézem. Kevés a tárterület a gépemen. Imádom ezt a Windows hangot. Szóval a szerencsejáték az, tudjátok, nagyon veszélyes és nem jó dolog, de ezek között van sok szórakozás is, úgyhogy az lehetséges, főleg itt játékban. Ezt mindenféleképpen szeretném. Whack a noob. Verje fejen egy noobot. Egy Roblox noob fejet. Viszont 8100. Az nem kevés. Ilyen gépünk... Figyelj, Márton, mennyi pénzünk volt, hogy itt gyorsan bezeredtük ezeket. Mindenféleképpen szeretnék egy Whack a Noob-ot. Úgyhogy úgy látszik, hogy teljesíteni kell a küldetéseket. Szevasz, milyen menő Pringles-es. Ez így van. Amúgy a Pringles-hez, hogyha bontasz egy Tutti Juice-t, az tök jól megy hozzá. Chipshez Tutti Juice. Srácok, ha még nem csekkoltátok le az isteni finom Tutti Frutti ízű üdítőitalt, akkor tegyétek meg. Nem energiaital, semmiféleképpen nem energiaital. Ne igyatok feleslegesen szívpörgetőt. Szóval a feladatok, amiben pont itt benne van a fejem. Vegyél 3 Prize Claw Machine-t. Melyik a ez a Prize Claw Machine? Hát ez nagyon jó. Gyűlölöm ezt a gépet, mert nagy átverés. Viszont ha a játék kéri, hát a játék kéri, 2 kell vásárolunk, így van, már csak kapunk 80 dollárt. Venni kell 3. Upgrade-elni kell 3 gépet Goldenre. Na most, ha jól emlékszem, itt van az upgrade. És hány kell? 10 kell, hogy Golden legyen. Szóval venni kell valamiből. Jaj. Venni kell valamiből 10-et. Oké, köszönjük szépen. Venni kell valamiből 10-et. Melyikből tudunk 10-et venni? Ebből nem tudunk 10-et venni. Hú, de nem, mert sokkal, akkor a legolcsóbbakból kell 10-et venni. 20-at, mert 2-t kell upgrade-elnünk. Úristen, 20 ilyen gépet fogok venni, de hát az ének csak 500-ba kerül. Na most akkor 5 fogjuk upgrade-elni. Combine. Így van. És combine. Elméletileg ez is megvan nekünk. Fantasztikó! Venni kell dekort, és 100 customer visitet kell a játékba, vagyis az arcade-ünkbe összehozni. Wow! Ja, ezek a pörgetések. Szóval,
Melyik, ami jól néz ki, és megengedhetjük mi magunknak. Mekkora fotel. De most nem kell egy jó kis, majdnem azt mondtam, hogy zenegép, de helyette, ha már van nekünk milyen potted sakura trink, akkor legyen egy kis potted bambuszunk is. Úgyhogy rohan... Jézusom, halló? Jézusom, Pringles man, és itt van, megyünk is vissza a játéktermünkhöz. Ó, a Jager játékterem. Jól tele van, és figyelj, jön belőle a pénz. Nem jön begyűjteni a pénzt a csávunk, a Erik, menjél csak begyűjteni? Szedd ki a pénzt. Szedd ki a pénzt a gépből. Na, a felső szintre is el kell kezdenünk pakolni dolgokat, mert ez itt már tele van. Úgyhogy mindenféleképpen felmegyünk a második szintre, és ide fogjuk letenni az arany gépeinket. Azt mondja, hogy place. Á, nem tudom, mi történt vele. Rotételni kell, és akkor kezdhetjük így a sarokból. Hogyha itt játszol vele, kilátsz az ablakon. Mindenféleképpen még van kettő ilyenünk, hogyha már van, akkor sajnos bármennyire is utálom ezt, le kell ide tennünk, mert ez volt a küldetésünk, és nézzük, feljönnek az emberek ide játszani, vagy? Hát én gondolom, mivel, hogy amúgy nem tud... Meg is érkeztek! Az egyik egy dolgozó, mert mi baja van, valamelyik már elromlott, nézzétek meg, hogy csillog. Jól van, jönnek fel az emberek játszani, tökéletes, akkor ide is tehetünk még egy dekorációt, ezt a gyönyörű bambuszt így ide lehelyezem. Nem tudom, hogy ez miért jó, de nagyon jó. Na, most már két szinten folyik a munka. Tudom upgrade-elni a szintet? 5000 ér? Ja, XP. Több pénz jön és több XP jön. Értem. Na jó, azt nézem, hogy ide még félre valami. Ha kivesszük ezt innen, de... Mondjuk azt, ha kivesszük innen és betesszük a sorokba, nem tudom, hogy akkor odaférnek-e a dolgok. Azt kell még megnézni, hogy mit tudunk még vásárolni. Tudunk még Jeremyt. Fel tudjuk még venni Jeremyt. És akkor ő gondolom gyorsabban gyűjti a pénzt. Kérdés, hogy szükség van-e arra, hogy valaki gyorsabban gyűjtse nekünk a pénzt. Most ahogy nézem, amúgy nem. Nagyon jó munkát végeznek. Itt már van lent aranygépünk. 5 kapszulát kell kinyitnunk, aztán 100 customernek kell lenni, már 42 megvan belőle. És play the game for 15 minutes. 15 percig kell a játékot játszanom, és már van 1 perc játék. Ezt nem, ne kérdezz, hogy ezt miért így mondtam. Na, de ugye jól tudjátok, hogy azért, hogy a videó még érdekesebb legyen, hajlandó, nézzétek meg, megint valaki lefingotta ezt a gépet. Nézzétek meg, de hála az égnek, itt van nekünk Henry. Henry! Henry csak a pénzt szedte ki. Henry! Az a gép megint... Ja, a csajszé az ott püföl. A gép meg bűzölög. Nagyon jó. Na szóval, hajlandó vagyok pénzt költeni a játékra, igazi pénzt, hogy még gyorsabban tudjunk haladni. Tudunk partizni? VIP party. Plusz 10 VIP customer. Nézzük, mik vannak itt. Starter pack, jukebox, VIP. Mit ad a VIP? VIP chat? Nem érdekel. 5% all capsule-ba, az már nem rossz. 15 percenként van paycheck. Oké. 100 dollár a szintemnek megfelelő szorzásban. És 5% chance, hogy VIP jön hozzánk. Vagy vehetünk kapszulákat. Nem tudom, az egyik sem győző. Elkezdett a telefonom zenét lejátszani. De valami rappet. Chance the Rapper. Ki ismeri Chance the Rapper? Most már kicsit félek. Miért kezdte el a telefonom Chance the Rapper-t lejátszani? Na, vehetünk viszont Manny! Manny! Manny, ami segít nekünk haladni, viszont ez elég drága. 500 Robux-ért adnak 37 000-et, azt 6 perc alatt elvásároljuk. Nézzük csak meg ezeket a kapszulákat, amiket itt mond nekünk a játék. Mik ezek a kapszulák? Ha jól emlékszem, ez csak ugye... Ki tudod nyitni vele, hogy mik jöhetnek játszani a játéktermedbe, és az miért jó? Customer, ja, more XP-t és more money-t adnak ezek a játékosok. Értem. Úgy is van küldetésünk, hogy 500 ilyet kinyissunk. Úgyhogy mindenféleképpen, na várjál. Mit írt a webshopba? Webshopba, sima shopba. Háromszoros kapszula, nem érdekel. Auto capsule, az sem érdekel. Lehetséges, ez a VIP is 400-ba kerül. Onnantól kezdve én VIP leszek, és fogok kapni folyamatosan pénzt, és 5-szörös chance. Tudjátok mit? Ezt itt a videó kedvéért megveszem. Úristen. Mostanában nagyon sok Robuxot költöttem el. Úgyhogy ezért, hogyha gondolod, egy like-ot veredhetsz, nem mintha az bármit is érne. Csak akkor veres like-ot, ha tetszik a videó. Tudjátok, mindig mondom. Na szóval, most akkor VIP vagyok mostantól? Teszteljük le. Teszt. VIP! De jó.
Na, elméletileg most nagyobb esélyem van VIP-t nyitni, úgyhogy mindenféleképpen nyissunk. Láttátok? Már látszott, mit fogunk nyitni. És egy uncommon-t nyitottunk. Uncommon. Hát az nem valami jó. Mindegy, nyissunk egy ilyet, mert hármat kell nyitni. Ez kék színű, ez szerencsés lesz. Ultra rare! Láttátok, megemeltem a tuttit és szerencsés lett. Mindig mondtam, hogy gémeléshez mindig szerezzetek egy tuttit. És nyissunk egy harmadikat, ócóért. Ócó, kicsi ócó, emelem a tuttit. Uncommon. Uncommon. Egy poliszlány. Ja, 5 kapszulát kell nyitnunk, hát akkor tesáim. Akkor ócsót nyitunk. Ócsót nyitunk. Robux, guest woman. Köszönjük szépen. Vendégnő fog érkezni hozzánk. Na jó, legyen egy még egy drágább. Hát, ha valami csodásat ad. Rare. A síelős ember. Ez még egész jól néz ki, viszont 400 pénzünk van, ami egyenlő a nullával. Hurrá. Pedig én ezt a gépet mindenféleképpen meg akarom majd szerezni. 8100. Ó! Kaptunk pénzt. Spend 5000. 5000 pénzt kell elküldenem. De jó. Rainbow. Tudok olyat is, hogy Rainbow? Azt írja, hogy upgrade a machine to Rainbow. Ahhoz, hogy valami Rainbow legyen. Na várj. Veszek egy ilyet, mert ugye ez a legolcsóbb, csak kíváncsiságból. Hogy tudom én ezt Rainbow-vá csinálni? Akkor aranyból kell 10-et, vagy... ez jó kérdés. Menjünk vissza, és nézzük meg, hogy érkezett-e amúgy valami... Ó, őt láttam, valami csodás, aki több pénzt hoz nekünk. Esetleg valami VIP, valami megint elromlott. Ide hallom. Jó, Erik szedi a pénzt szépen, ahogy nézem. Henry takarít, nézzünk csak fel. Ez így, amúgy ez a teleport tök lassú. Logikus, csak lassú. Jó van, itt is megy a játék, itt ezt én ezt kiszedem belőle a pénzt, jó? Jó, ezt meg kitakarítom én, tess, kitakarítom én. Már Ádám, bocsi, én kitakarítottam, csak hogy lássák, hogy én is részt veszek a munkába. Visszateleport, amúgy ha upgrade-elem a helyszínt itt lent, akkor mi? Szóval, mi lesz? Viszont azt hiszem, hogy lehet, hogy lassan kell lesz nekünk új stuff, vagy nem. El kéne vinni az egyik aranygépet. Már csak, most nem játszik vele senki. Jó, hogy tudom elvinni? Remove. Thank you. Thank you. Elmegyünk a boatba, azt megnézzük, hogy az aranyt hogy tudom upgrade-elni. Így lesz belőle Rainbow. 10 darab aranygép kell nekünk. Menjünk vissza, gyűjtsük be az összes aranygépünket. Ez kicsi pénzvisszaesést fog. Viszont kaptam 600 bónuszt. Mi vagy VIP vagyok. Ez egy kicsi pénzkiesés lesz nekünk. Bocsi. Bocsi. Ó, ne, mérges lett. Elnézést, tudod, rakok helyettele neked egy simát. Tessék. Ó, ez ilyen izé, amit nyitottunk. Lehet jönni játszani. Bocsi, bocsánat. Hozok vissza helyette Rainbow gépet nektek. Hogy figyelj, hogy jönnek a tesák. Sajnos most mi nem járhatunk ilyen helyekre, de ez van. Majd egyszer, reméljük. Na, 3 van. Az azt jelenti, hogy 7-et kell venni, tehát 70 ilyet kell venni. Mennyi hely van nálunk? Meg mennyi pénzünk van? Tudunk venni 70-et? Nem, 47-et szerintem annyi pénzünk van, majd hogy nem, annyi helyünk van. Úgyhogy így, és rá kell menni, max combine all. Igaz? Igen, már van 7. Oké, akkor már csak 30-at kell vásárolnunk ebből. Nyomom a gombot, mint a vadállat. Please, legyen elég pénzem, ez az. Amúgy, jaj. És mi? Nem, 30-at kell belőle venni. Ídni. Azért kemény matekot tolok a fejembe. Nem? Jó, megvan a 10. És akkor most a 10-et kombájnaljuk egy ilyen csodává. Wow, ez a Rainbow. Várjál, akkor viszont mi vagy több gépet hoztunk el. Ha jól láttam, 7 van, akkor ha veszek még 3-at, kemény matekozás folyik itt, srácok. Így van, akkor legalább egy aranyat tudok, és akkor már csak egy gépet kell vennem, hogy pótoljam. Azt mondja, hogy 700-ért mit kapok? Hát ezt a gépet. Halleluja. Utálom. Na mindegy, csak hogy legyen valami. Csak hogy legyen valami, jó? Innen hiányzott. Ide teszem le a Rainbow csodagépet. Ha bejön valaki, lássa! Ilyet még a világ nem látott. Nem tudom miért. Nézzek, ez is büdös. Ádám már takarít. Nagyon helyes. Kedves Ádám, nagyon helyes.
az is büdös. Ádám, gyorsabban kéne dolgozni, Ádám bátyám. Jó? Meg akkor még ide még egy gép jöhet. Édni. És akkor többet hoztunk, mint amennyit vittünk. Értitek? Na jó. Azt mondja, hogy upgrade-elni mennyiért is tudjuk? 5000-ért. Vagy a második szétet 25000-ért. Maradunk-e? Ádám, mi történt Ádámmal? A kezén állt Ádám. Ádám. A pénzt ki kell szedni, Ádám. Na. Hát én azt hittem, hogy ezzel a játékkal azért egy kicsit gyorsabb, de nem. Úgyhogy még mindenféleképpen megcsináljuk ezt, hogy 15 percig játszunk. És én ide szépen kijövök, és megvárjuk, hogy leteljen az a 15 perc, sőt, inkább itt bent leszek. Úgyhogy találkozunk mindjárt. Egy kis timelapse. Oh, srácok. Igaz, azt mondtam timelapse, de bejött egy VIP vendég. Ilyenkor mit kell? Ó, ő az? Ő ez a nagyon durva? Arancsával, aki itt püföli a gépet? Azt elrontotta. Megy fel. Megyek utána, tes. VIP, hol vagy? Figyelj, hogy tolja a gémet. Nem tudom ez miért jó, de örülünk neki. Örül neki, köszönjük szépen, nem tegyük. Nem tudom, mit csinálnak. 10 XP. Szevasz, tes! Wow, milyen pénzes sapkád van, meg minden. Megyek levele, maradj még itt. Gyere játszodni. Elment. Ott van, játszik. Kérjetek egy aláírást. Kitehetünk a falra, hogy itt voltál. Azt elment. Na jó. Srácok, visszatértem. Mindenféleképpen kell felvennünk új dolgozókat, mert nagyon-nagyon lassúak már a mostanak, vagyis nem lassúak, hanem sok a gép, úgyhogy őt is, és őt is mindenféleképpen felvesszük, hogy minél gyorsabban tudják begyölteni az összegeket. Mint láttátok, volt itt VIP játékos megint, ami tök király. Én még játszok tovább, viszont ez a videó ennyi volt. Hogyha tetszett nektek is, mi hamarabb szeretnétek folytatást a Jager játékteremből, akkor veressetek egy órási lájkot, ha nem, akkor nyugodtan egy diszlájkot ezzel jelezvén. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk holnap, meg minden egyes nap. A tutti, zsúz legyen veletek. Sziasztok!